mai rendezvényen a reformáció évében született gyermekek jöttek el, valamint azok a gyerekek, akik a 2018-as, 19-es évben születtek, és jöttek kismamák is. A Kárpátaljai Református Egyháza reformáció 500. emlékévében 2017-ben meghirdetett egy olyan programot, ami Zán Fábián Sándor püspök úr ötlete volt, ő az ötletgazdája, hogy a reformáció évében született gyermekeket nevezzük reformáció gyermekeinek. Azokat a gyerekeket, akik 2017-ben fogantak, születtek, vagy 2017-ben megkereszteltettek, nagyon sok ilyen gyerek született, nagyon eredményes volt ez a felhívás, ez a program, amit Zán Fábián Sándor püspök úr meghirdetett, és minden évben 2017 óta ezek a gyerekek szüleik, a családjaik találkoznak. 2018-ban meghirdette a Kárpátaljai Református Egyháza Testvér szeretnék programot, amely szintén nagyon eredményesnek bizonyul, hiszen tavaly óta nagyon sok kismama jött el, várandós anyuka, akik a második, akár harmadik gyermeküket várják. Mindenképpen eredményes a felhívás. Nagyon örülünk annak, hogy évente tudunk találkozni ezekkel a családokkal, megerősítjük ezeket a családokat, hiszen ez a mai nap, ez nagyon áldásos az alkalmakban, az igei alkalmakban, hiszen szabadtéri Isten tisztelettel kezdünk, éneket tanulunk, közös beszélgetések vannak az anyukáknak, ahol olyan témákról beszélgetünk, ami minden anyukát, kismamát foglalkoztat. Ugyanakkor az apukák is tudnak beszélgetni, közben a gyerekek játszanak, tehát tényleg nagyon áldásos órákat, perceket tudunk itt eltölteni egymással, és a gyerekek is nagyon jól érzik magukat. Ezt az alkalmat csak szabadtéren tudjuk megrendezni, hiszen nagyon sok gyerek van, és ők addig a szabadban játszanak, míg az istentisztelet zajlik.